Sárkány Béla Szolcsányi Jánosnénak adta tovább a stafétabotot. Nagyon sok jó helyi és országos eredményt ért el a Lővei Klára gimnáziumnak a tanulói. Ennek ellenére a köztudatban mégis úgy szerepel, mint egy versenyistáló, hogy csak a versenyre készíti fel a dolgozókat. Hogy mit tud erre valami választ ad nekem az igazgatónő? Egy iskolai munkában, illetve a tanárok munkájában is két részre osztható, a látható és a láthatatlan. A látható az, amik megjelenik ilyen formában, hogy egy országos listán a 922 gimnázium között a 15. helyen állunk, azért ezt persze nem szégyeljük, nagyon büszkék vagyunk rá. Vagy éppen tegnap volt egy nagy ünnepélyünk, ahol az országos versenyeken az első 20 helyezeteket ünnepeltük, és 59-en voltak. Ezek nagyon szép eredmények, és ebben is nagyon sok munka van. Az a láthatatlan munka van benne, amit a tanárok megtesznek. Soha nem büntetünk azért senkit, hogy nem indul versenyen, az indul, aki akar, és nagyon tehetségesek. Ez látható, és nem látható az, ami az osztályfőnöki órákon, a kirándulásokon, a meghitt beszélgetéseken történik. Én nagyon fontosnak tartjuk a személyre szóló odafigyelést, és a szellemi és az érzelmi kötődésnek a kialakítását. Nagyon sok kiadványunk van, ezt is azért gondoltam végig, illetve hoztuk létre, szerkesztettük meg, hogy hosszú évek múlva is kötődjenek a gyerek az iskolához, jusson eszükbe, legyen az a biztos pont. Ezt szeretnénk, és reméljük, hogy sikerül is, mert a gyerekeink mostanában egyre nagyobb bajban vannak, nagyon sok gond van, és ezt nekünk észre kell vennünk. És ezek nem jelennek meg cikkekbe, nem jelennek meg országos listán, ezek itt vannak a szívünkbe is, és reméljük, hogy ezt magukkal viszik. Ezt miért magukkal viszik, ezért láthatatlanak. Hát ezzel választom a versenyistálóra. És ha a versenyistálóra azon gondolkoztam, hogy nemes lovak vannak, akiket oda visznek és csak versenyeztetnek, hát nálunk a gyerekek maguktól választanak bennünket, és maguk választanak a versenyt is, tehát nem kötelező, de azért büszkék vagyunk rájuk. Kitől szeretne és mit kérdezni? Hát én nagyon érdekel engem, egy újfajta rendszer van az állami gondozatok gondozásában itt Baranya megyében, és mivel pályám kezdetén én is állami gondozó gyerekekkel kapcsolatba kerültem, és azóta is szívemmel viselem a sorsukat, ezért érdekel, hogy ez a lakásotthonok rendszere, ami ebbe az évben indult, vagy már lehet, hogy tavaly indult, és de én most hallottam róla, ez hogy működik, és hogy jobb ez, és mennyivel jobb, mint az eddigi megszokott forma volt. Ezt szeretném megkérdezni Csuhai Józsefnétől, aki ennek a rendszernek a vezetője, és kíváncsi vagyok a válaszára.